A nyolcadik feladatban ennek a két változós fogének kell megadni a szélsértékeit ilyen feltétel mellett. Na most, hogyha megnézzük ezt a feltételt, jól láthatóan ebből nem az y-t, hanem az x-et könnyebb kifejezni. Tehát ugye abban az egyenletből kapunk, hogy y-szor x az egyenlő 1 minusz y négyzettel. Most van az y nagyobb, mint 0 feltételem, tehát hogyha átosztok, akkor ugye azt kapom, hogy nincs probléma, hiszen az y nagyobb 0 miatt nem osztottunk ugye nullával. Tehát megvan, ezen görbe mentén kell. Na most ez már kicsit nehezebb görbe, de azért fölrajzolom, nyilván nem szükségszerű, hogy ezt azért tudjuk, de nem árt, hogyha mégiscsak fölrajzolom. Tehát ez a x egyenlő 1 per y, y nagyobb nulla feltételnek ugye megfelelő görbénk, valahogy így néz ki, amit ugye a felületen kijelöl majd egy másik görbét, aminek a szélsértékeket kell nézni, ugye az lesz az egyváltozós. Tehát, akkor ezt visszahelyettesítve ebbe a kifejezőt, tehát az x betű helyére beírva az 1 per y minusz y-t, y-nak azt fogunk kapni, hogy 1 per y minusz y meg 2 y, azaz ez nem lesz más, mint 1 per y plusz y, azon, tehát ugye, és akkor ez a g egyváltozós függvényünk, azon feltétel mellett, hogy az y az nagyobb, mint nulla. Tehát, ugye itt van egy valós függvényünk, és az intervallumunk, ugye, ez itt esetünkben a y nagyobb, mint nulla, ez nem más, mint a nulla végtelen intervallum. A g függvényünk természetesen folyt, most ezen az intervallum, akkor ebből következik persze, hogy a képe is egy intervallum lesz, és hogy a szélsértékét hogyan is adjuk meg. Természetesen, mivel itt ugye nyílt végpontok vannak, akkor ezért mindenféleképpen nekünk szükségünk van ugye a határértékben, a nulla pluszban, ugye a g függvénynek, azaz az 1 per y plusz y-nak, hát ez ugye tart a nullához, ez mivel nulla plusz, ugye ez itt pluszos, tudom garantálni az előjelét ennek. Ez itt pozitív, akkor ebből tudom, hogy itt ez végtelenbe fog tartani, tehát akkor ez itt végtelen lesz. A másik végpont ugye az a végtelenben, az 1 per y plusz y-nak, ugye hát itt ebben az esetben ez tart a nullához, persze ez tart a végtelenben, tehát akkor ez itt végtelen lesz. Jó, és még ugye belül, hát aludhatnak szélsértékek, azokat pedig nyilván azt nézzük meg, hogy a kritikus pontok mik lesznek, hiszen ugye ez a függvény nem csak folytonos, ez az intervallum, hanem differenciálható is, és akkor, hogyha a szélsértéke van, akkor természetesen a derivált nulla, vagy hát nem differenciálható, de hát ez a függvény nyilván differenciálható, mínusz 1 per y négyzet plusz 1 lesz a derivált, azaz, ha megoldom, mínusz 1 per y négyzet plusz 1 egyenlő 0 egyenletet, 1 egyenlő 1 per y négyzet egyenlő 1, y egyenlő plusz mínusz 1-et kapom. Na most az y nagyobb 0 feltétel miatt, ugye y nagyobb 0 miatt, ebből csak nekünk az y egyenlő, hogy 1 pont adódik, tehát ez azt jelenti, hogy még meg kell határoznom ugye a függvény értéket, a g y-t, bocsánat, az egy helyen, a kritikus pontban, igaz? Tehát lerajzoljuk, itt van a számegyenesünk, ugye itt van a nulla pontunk, és akkor ide esik bele az 1, ez egy belső pont, 1, belső pont, tehát akkor itt kell még a végpontban kell határértéket venni, ott ugye üres karikákban, meg persze plusz végtelenben, és kell még a de egy helyen fölvett értékelnek a függvénynek, hát ez pedig nem lesz más, mint hát 1 per 1 plusz 1, azaz 2. Jó? No, és akkor ugye megvannak ezek a hát szám, itt van meg az a két határérték, tehát ez azt jelenti, hogy ugye itt a tétel alapján is persze intervallum lesz a képe, tehát akkor ennek a g függvénynek igazából ugye a képe, tehát RG az a
kettőt fölveszi, a kettő végtelen intervallum, úgyhogy ebből következik, hogy maximum ugye nincs, max az nincs, és a minimum az van, akkor adódik, hogyha az y egyenlő 1, de hogyha az y egyenlő 1, akkor ebből következik, hogy ugye tessék megnézni, az x az egyenlő lesz 1 per 1 minusz 1, ez az 0. Tehát akkor ez itt ilyen, azt jelenti, hogy a 0-1 pontban kapjuk meg. Tehát ennek a kétváltozós függvénynek ezen feltétel mellett a 0-1 pontban van a minimuma, a minimum érték az 2, a maximumát pedig, tehát nincsen globális maximum ezen ugye feltétel mellett annak a függvénynek.